Gyászünnepélyt tartottak vasárnap a 9 évvel ezelőtti haiti földrengés áldozatainak emlékére az ország fővárosában. A ceremónián az elnök Jovenel Moïse is megjelent. Az államfő a feleségével érkezett abba a fővárosi temetőbe, ahová a több százezer ember életét kioltó természeti csapás számos áldozatát eltemették. A 7,1-es erősségű földmozgás 2010. január 12-én tört a Szigetországra, és mintegy 300 ezer embert megölt. A fővárosban, Port-au-Prince-ben becslések szerint mintegy 250 ezer ház omlott össze. A karibi térségben található Haiti számára a földrengés olyan csapást jelentett, amelyből azóta sem tudott magához térni. A lakosság nagy része továbbra is nyomorban él, a társadalmat és a politikát pedig éles megosztottság jellemzi.